Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András. A kormány döntött a hitelmoratórium feltételekkel történő meghosszabbításáról. Maradhat azoknak a hitelmoratórium, akiknek az előző évhez képest csökkent a keresete. Nézzük meg, mit is jelent mindez szakmai szemmel. Erdősi Évával, a hitelsikerek.hu szakértőjével beszélgetünk. Akit köszöntök a műsorban, hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ugye, hogyha nézzük a részleteket, akkor azt látjuk, hogy a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők és azok a magánszemélyek, akik az előző évhez képest csökkent a keresete, ugye azok érintettek ebben az intézkedésben, és hogy lehetnek. És a vállalkozások esetében pedig azok kérhetik a hosszabbítást, akiknek az árbevétele 25%-kal esett az előző évhez képest. Nem tudom, hogy elégségesnek gondolja-e azt a feltételrendszert, ami most van, mert ugye azt látszik a bankok megkérdezése alapján, hogy ők erőteljesen pusolják, nyomják az ügyfeleket arra, hogy hagyják el ezt a védelmet. Ez így van, és én azt gondolom, hogy ebben teljes az ő, nevezzük azt nyomásuk, illetőleg az MNB is adott ki ezzel kapcsolatban számos olyan hírlevelet, amiben olyan tájékoztatást ad, hogyha valaki benne marad a moratóriumban, az egyébként mire számíthat, mennyivel hosszabbodik meg a futamideje, hiszen a moratórium azt jelenti, hogy a törlesztő részlet nem változik, viszont mivel itt olyan költségek maradtak, illetve olyan meg nem fizetett kamatok és tőkék, amit azért mégiscsak ki kell majd fizetni, ezért ezek kitolják a futamidőt, és nagyon nem mindegy, hogy valaki mondjuk 5 évre vállalt egy személyi kölcsönt, és lesz belőle 8 év, vagy vállalt 25 évre egy lakáshitelt, és lesz belőle 30 év. Tehát én azt gondolom, hogy a józan ész is az diktálja, hogy akinek lehetősége van, az nem maradjon benne ebben a moratóriumban. Nem tudom, hogy mennyiben érzi azt egy garanciális elemnek, hogy ugye most már fordított a rendszer, nem azt kell jelezni, hogy az ember kilép, vagy hogy nem akar belépni, hanem ugye jelezni kell a bankok felé, hogy benne akar maradni. Az ön tapasztalatai szerint az, amikor mondjuk tömegesen nem figyelnek arra, hogy megváltozik a szabály, az mennyiben eredményezheti, hogy azok is kiröpülnek a rendszerből, akik benne akarnának maradni? Igen, sajnos ez látszik, és ugye ennek a legnagyobb oka a pénzügyi tudatosságunk, hogy nem kísérjük figyelemmel azt, hogy mi az, amire számíthatunk, még egy ilyen hosszú elköteleződésnél sem. Tehát, hogyha valaki nem figyeli pontosan a híreket, nem tájékozódik arról, hogy mi történik az ő tartozásával, akkor az nagyon könnyen előfordulhat, hogy bár a legjobb szándék mellett sem tudná fizetni, de mivel nem jelzi időbe, hogy szeretnék maradni a rendszerben. Ettől függetlenül ő ki fog pottyanni, hiszen ez a rendszer most fordítottan fog működni. Másfél év azért nagyon hosszú idő, hogy hozzászokjanak ahhoz az emberek, hogy nem kell semmit tenniük, mert a rendszer automatikusan ott tartja őket. Ehhez képest, hogy ez egy fordított szabályozás, ahogy ön is elmondta, ez egy fontos figyelmeztetés mindenkinek, hogy aki tényleg rászoruló, az ezt időben jelezze. Éve ezt meg fogja tudni válaszolni, mert nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy az emberek pénzügyi tudatossága hogy alakul, hogyha mondjuk sorba állítunk 10 embert, akik benne vannak a moratóriumban, akkor hánynak van meg ön szerint a bóvó az info, hogy most megváltozik ez, és nekik jelezni kell, hogy benne akarnak maradni? Hát ha felének benne van a fejébe, akkor én annak már örülnék. Aha, tehát akkor... És ez egy nagyon, nagyon szomorú szám, sajnos, és ugye minden rendszer arra mutat, hogy a gondolkodást, mint olyat, azt nem akarja, hogy az emberek gondolkodjanak, mindent helyettük akarunk megoldani, és ugye hát az eddig a másfél év is ezt mutatta, mint ahogy már elmondtam. Most ettől függetlenül, hogy most ez így megfordul, én azt gondolom, ez olyan éles váltás, amit nem szabadna itt csinálni. Tehát én mindig azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy a bank egy professzionálisan hozzáértő ebben a helyzetben, és segítséget akar adni az ügyfeleinek, akkor a legkevesebb az, hogy egy tájékoztató levélben ezt kiküldöm neki. És azt mondom, hogy figyelj ide, ez fog rád várni. És nem azt mondom, hogy hallgasd a rádiót, nézd a tévét,
bújd a jogszabályokat, nézd meg a magyar közlönyt, és majd meglátod, hogy mi vár rád. Én úgy fordítanám meg, hogy ez a banknak a kötelezettsége kellene, hogy legyen, hogy erről tájékoztassa az ügyfeleit. De azt nem gondolja, hogy a bankok ezt meg is fogják tenni, hiszen nekik ez súlyos milliárdokat jelent, ugye? A kiesés maga, hogy nem törlesztik. Igen, de most jelen pillanatban ugye a bank az akkor jár jól, idézőjelben, hogyha a moratórium az megszűnik. Hiszen neki, ő pénzkereskedelemből él. Tehát ez ugyanolyan üzleti vállalkozás, mint bármi. Tehát a számára az a jó, amikor a pénz az folyamatosan áramlik, törlesztenek és új hiteleket helyez ki. Én is ezért mondom, hogy lehet, hogy a bankok megváltoznak ebből a szempontból, és most akkor proaktívan értesítenek. Sajnos én azt gondolom, hogy ebben az országban csak az történik meg, ami kötelező. Aha. Tehát, hogyha ezt nem írja elő az MNB, vagy nem írja elő a kormányrendelet, ami még nem született meg, tehát ugye ezek az információink, ezek így vannak, hát ha így lesz, hát ha nem, tehát még majd amikor megjelenik ez írásban, akkor leszünk biztosak benne. Hogyha ez nem írja elő, hogy már pedig ezt meg kell tenned, akkor nem biztos, hogy megteszi, és ezt csak azért mondanám, mert ugye a múltból lehet tanulni. Tehát amikor a moratórium bevezetésre került, akkor egyetlen egy bank sem küldött ki egy tájékoztató levelet, hogy ide figyelj, kedves Józsi bácsi, hogyha te ebbe belépsz, akkor ez azt fogja jelenteni, ha fél évig benne maradsz, akkor majd egy évvel hosszabbítjuk meg a futamidőt, ha egy évig, akkor majd két évvel, stb. Stb. Tehát mivel eddig se volt gyakorlat az, hogy amit nem kellett megtenni, azt megtették, innentől kezdve én nem gondolnám, hogy ez meg fog történni, ne legyen igazam, és egyszer végre már ne legyen igazam, de én nagyon szeretném, hogyha önnek lenne igaza ebben, hogy meg fogják tenni, ezt meg fogjuk látni, hogy mi történik. Én nem állítottam, én csak azt mondom, hogy elképzelhető. Viszont nem teljesen jó ez az előjel, hogy maga a nemzeti konzultáció olyan eredményt hozott, most nem tudom pontosan, hogy a másfél millió az másfél millió-e, de hogy 91%-uk a válaszadóknak egyetértett a hitelmoratórium meghosszabbításával, ami azt jelenti, hogy nem értik az emberek, hogy ez nekik rossz. Hát igen, pont erről beszéltem. Tehát a pénzügyi tudatosság, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy miről beszélek. Hogy mit jelent számomra a moratórium? Ez azt jelenti, hogy ami ingyen van, kvázi idézőjelben, tehát nem kell valamit megfizetnem, nem jelenti, hogy majd egyszer nem kell, de most nem kell megfizetnem, azt így elfogadjuk. Mert azt mondjuk, hogy jaj, de jó, akkor havonta azt a 10-20-50-100 attól függően, hogy mekkora kölcsönöm van, nem kell megfizetnem, és végre költhetem olyan dolgokra, amiket eddig megtagadtam magamtól. Tehát, hogyha készülne egy felmérés arra, hogy a moratóriumban lévők azokat az összegeket, amiket havonta nem kellett megfizetniük, biztos van olyan réteg, aki egyébként megtehette volna, hogy valamennyit spórol belőle. Nem mind, nem feltételezem ezt, de valamennyit félrerak, ez nincs. Tehát újra azt kell, hogy mondjam, nálunk, ami nem kötelező ebben az országban, azt ültettük el a fejükbe, és így szocializálódtunk, hogy az nincs, és azt nem kell megtenni. Tehát ebben ez a szörnyű. Éva, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Hát azt hiszem, hogy nagyon fontos a bankok figyelemfelhívása mellett a kormányzati tájékoztatás is, már csak azért, hogy aztán ciklusok múlva nem utogassunk vissza, hogy ez miért van. Hát igen, de ez a nemzeti konzultáció a számomra mindig olyan kérdőjeles, mert egyébként rendben van, hogy mondjuk a 8 millió emberből másfél lesz visszaküldte, én még ezt akár el is tudom hinni. Na de attól, hogy másfél millió lesz visszaküldték, honnan tudom, hogy egyébként ők érintettek ebbe a témába vagy sem. Igen. Tehát nagyon sok kérdést felvetett, erre hivatkozni, én azt gondolom, hogy ez nem kellőképpen szakmai, de hát most ez történt, ezt el tudjuk fogadni, mert sajnos nincs más választásunk. Minden esetre, akinek hitele van, és benne van a moratóriumban, az nagyon jól nézze meg, hogy miért teendői vannak, mert ez fontos lesz a jövőre számában. Beszélünk még erről, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra.